Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Visszatért Szekszárdra Gerzson. Imádják a helyiek az ismert fehér gólyát. Lezárult a vendéglátós verseny. Két napig minden a gasztronómiáról szólt Szekszárdon. Együttműködünk. Közös rendezvény szervezett a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsi Tudományegyetem. Borverseny, Tamásiban közel 100 mintát adtak le. Visszatért Szekszárdra Gerzson, a fehér gólya. Az állatot rengetegen ismerik a városban, nem véletlenül. Régóta tölti az év jelentős részét a tolnai vármegye székhelyen. Vannak, akik rendszeresen etetik is őt finomságokkal. Sietni kell a halpucolással ebben a szekszárdi üzletben. Péntekenként mindig hosszú a sor. Ráadásul nem csak a fizető vendégek várnak a finomságokra. Gerzson! Gyere! A bolt mögötte közben Gerzsont, a gólyát hívja az üzletvezető. Nem kell sokat várni, és a madár meg is érkezik. Évek óta jár ide vissza tavasszal és nyáron, miután hazatért Afrikából. Nem véletlenül, itt ugyanis terített asztallal várják. Napi szinten többször is visszajár. Etetjük a halnak a szírványával. Meg ő is tudja, hogy hol lehet jó halat kapni a városban. Gerzson pontosan tudja, hogy hova kell menni a halhúsért, itt folyamatosan etetik őt. Az üzlet dolgozói az elfogyasztott étel mennyiségéből már azt is tudják, mikor keltek ki a gólya fiókái. Sőt, van, hogy a madár elkíséri őket a közeli lángosozóig is. Ilyenkor, mikor még nincsenek fiókák, akkor csak egy nap egyszer-kétszer jön. Hogyha vannak már fiókák, akkor már nyitás előtt itt áll, és akkor 8-10-et is fordul egy nap, és 7-8 szilványát tud elvinni egyszerre, úgyhogy már nyakába is látszik, hogy alig úgy fut neki, alig tud felszállni, hogy úgy meg van rakva. Jellemzően a hím madarak térnek vissza elsőként Afrikából, őket néhány hét múlva követik a tojók, akik rendszerint már a felújított fészekbe rakják le a tojásokat. Idehaza a néphagyományban a gólyák a tavasz eljövetelének jelképei, és évszázadok óta élnek együtt az emberekkel. Sokáig szerencsehozó állatokként tartották őket számon. Nagyon szeretem az állatokat. A gólya, azt tudom, hogy a babát hozza, van néha, hogy a gyerekeknek azt mondják. Hiába számít jó előjelnek, ha egy háznál gólyát látnak, manapság egyre kevesebb van ezekből az állatokból idehaza, erről pedig főként mi emberek tehetünk. Vannak gólyák, de hát egyre kevesebben vannak. Maga hallott már berekegést mostanában, az utóbbi években, mert én még nem. A Madártani Egyesület önkéntese szerint is egyre nehezebb helyzetben vannak a gólyák, ami egyrészt a szélsőségessé váló klimatikus viszonyoknak, másrészt az egyre fogyó tápláléknak tudható be. Hogyha esetlegesen egy fészekben szerencsétlenség, pusztulás van valamely szülő esetében, vagy hasonlóan aszályos évre számíthatunk, amire sajnos, lássuk be, van némi esély, akkor is azt mondanám, hogy mindenképpen konzultáljunk előtte az illetékes nemzeti parknak a szakembereivel, hogy konkrétan abban az esetben milyen beavatkozás lenne a legmegfelelőbb a madarak számára. Kevesen tudják, de a szakértő azt mondja, a nálunk látható gólyák minden esetben már legalább 3 évesek. Nekik ez csak itt egy költésre alkalmas terület, tehát amikor az idei fiókák, illetve a tavalyi fiókák elvonultak Afrikába, akkor ott egy 3-4 évet eltöltenek, és csak ezután térnek vissza hozzánk. Tehát biztosan nem lesz olyan, hogy a tavaly kikelt fiókákat látjuk újra a fészkeken, vagy annak közelében. Gerzsonról, a gólyáról a helyiek egyébként úgy tartják, hogy már több mint 20 éve jár vissza minden tavasszal Szekszárdra. Magyarország továbbra sem szeretne belekeveredni az ukrajnai háborúba, tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, és továbbra sem vesz részt a fegyverszállításokban, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt hetekben egyre több olyan nyilatkozat látott napvilágot, amely komoly aggodalomra ad okot. Nap mint nap hallják, hogy nem kell tűzszünet és folytatni kell a háborút. Ezek nem a magyar kormány által kívánatosnak tartott békés megoldás, hanem az eszkaláció irányába mutatnak, hangsúlyozta. A kormány továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, életet menteni és életeket menteni csak békével lehet. A fegyverszállításban nem veszünk részt, a
Ugyanakkor minden olyan a tagállami védelmi eszközöket, kapacitás növelést szolgáló felkészülésben aktívan részt veszünk, ami akár a NATO védelmi képességeit erősíti meg, akár pedig a magyar hadsereg jobb felszerelését szolgálja, de fegyverszállításokban továbbra sem fogunk részt venni. Két napig a vendéglátós szakmákról szólt minden Szekszárdon. A Tolnai Vármegye székhelyen rendezték meg ugyanis a Snitta Sámuel emlékversenyt. Az ország valamennyi pontjáról érkező tanulóknak egészen extrém feladatokat kellett teljesíteniük. Jó, ha levesetek megvan, aki készen van, azt tálalhatja. Nagy volt a sürgésforgás a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum szakképzőiskolájának tankonyhájában. A két napon át tartó Snitta Sámuel emlék verseny döntőjében résztvevő diákok már kora reggel nekiláttak az ételek elkészítésének. Csináltunk egy tyúkhúslevest csirke koronggal, ami répával van töltve. Ez egy bagel, olivás, citrusos fűszervajjal, és a főételünk az egy szuvidált szarvas. A szakács, cukrász és pincér tanulóknak csapatban kellett dolgozniuk. Az elkészített menüsort szervírozták is a munka végén. A hazai pályán induló fiatalok igazán kitettek magukért. Mindenféleképpen nagy segítség abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy mi hol van. De hála Istennek a többieknek sem nagy nehézség, mert föl van feliratozva minden pontosan, és ők is elég könnyen úgy látom, hogy már ki tudtak itt igazodni, és egészen otthon érzik magukat. Ezek a felvételek pedig már órákkal később a díjátadón készültek. A Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja szerint az ilyen megmérettetések megfelelő lehetőséget biztosítanak a diákok számára, hogy megtapasztalják, a munkájuk során minden esetben a legjobbra kell törekedniük. Nagyon gyönyörű munkák készültek a mai napon. Nagy pörgés volt a konyhán, a cukrász műhelyben. A gyerekek nagyon oda tették magukat. Én ennek nagyon örülök, mert hogy erről szól az élet, meg erről szól majd a jövőjük is, hogy oda kell tenni magukat, pörögni kell, minőségi termékeket előállítani, minőségi gasztronómiát csinálni. A szekszárdi csapat végül a negyedik helyet szerezte meg. 2023 a beruházások éve, tette közé Facebook oldalán Dombóvárváros önkormányzata. Mint írták, a munkaterület átadása után elindult az Arany János téri orvosi rendelő belső felújítása. A város második legnagyobb járóbetegellátó intézményében egy új rendelő kerül kialakításra. Többek között aljzat szigetelése és a belső nyílászárók cseréje, új hideg és meleg burkolat kiépítése, az épület fűtési rendszerének korszerűsítése, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása és akadálymentes WC kialakítására is sor kerül. A korszerűsítés összértéke meghaladja a 400 millió forintot. A lakosság várhatóan szeptember 1-től veheti újra birtokba az intézményt, írták a bejegyzésben. Továbbra sem változik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Azt írták, a 11. héten a szennyvízben mért országos átlagos előfordulás stagnálást mutat. Hozzátették, a vizsgált városok többségének mintájában nincs változás. Enyhe emelkedés csak Szegeden látható, még csökkenés Békéscsabán, Pécsen, Szekszárdon, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen figyelhető meg. Közölték azt is, a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 7 városban, Békéscsabán, Kecskeméten, Szekszárdon, Tatabányán, Veszprémben, Győrben és Zalaegerszegen a mérsékelt, míg 15 helyszínen az emelkedett tartományba esik. Együtt működünk címmel szervezett közös rendezvényt a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdon. A program célja az volt, hogy a helyi térségi gazdasági szereplők megismerjék a PTE vállalkozás fejlesztéséhez és más partneri együttműködéshez kapcsolódó tevékenységeit.
Hosszú távú együttműködést tervez a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Pécsi Tudományegyetemmel. A közös munkát egy rendezvénnyel indították Szekszárdon. Sipter Dávid, a PTF fejlesztési és gazdaságkapcsolati főosztályának vezetője elmondta, a program legfőbb célja, hogy a résztvevők megvizsgálják, hogyan tudják a régiót fejleszteni, segíteni. Hogyan tudunk úgy együtt dolgozni egymással, hogy abból olyan értékek jöjjenek létre, ami társadalmi, gazdasági és innovációs szempontból is a régió fejlődését, az itt élő embereknek a lehetőségét, a gazdaságnak az előmenetelét tudja szolgálni. Úgy szeretnénk együtt dolgozni a jelenlévő vállalatokkal, hogy megismerjük az ő problémáikat, ezekre megpróbálunk közösen választ adni, és együttműködésekkel, akár pályázati úton, akár az egyetem oktatási tevékenységeire építve, tudományos szolgáltatásaira olyan eredményeket érünk el, amit utána tudunk kamatoztatni ezeknek a céloknak az elérése érdekében. A vezető hozzátette, biztos benne, hogy a szervezetek közötti együttműködés a térség vállalkozásainak fejlődésében és sikerességében kézzelfogható eredményeket teremt, ezáltal hozzájárulhat a gazdaság versenyképes működéséhez. Kamaraként minden olyan kezdeményezést szeretnénk feltárni, feltérképezni és kihasználni, kiaknázni, ami ezeket a célokat szolgálja. Úgyhogy én nagyon bízom a program és program sorozat sikerességébe. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara jövőbeni tervei között még számos ehhez hasonló rendezvény, tájékoztató fórum és projekt szerepel. Fontos célkitűzés, hogy az élelmiszerlánc minden szereplőjének érdekei érvényesülhessenek, legyen az mezőgazdasági termelő, élelmiszerfeldolgozó, nagy és kiskereskedő, vagy a végső fogyasztó, mondta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára. A közlemény szerint az államtitkár beszélt az élelmiszerinflációról, és kiemelte, hogy a következő hónapokban mérséklődés várható. A kormány eddigi intézkedéseinek többek között az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentésnek és az árstopnak köszönhetően jelentős többletkiadásoktól tudják védeni a magyar családokat. A cél, hogy az év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció, jelezték. 9. alkalommal szervezte meg a regionális gitárversenyt a Szekszárdi Garai János általános iskolához tartozó Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola. A nem csak Tolna vármegyei érintettségű megmérettetésre Somogy és Baranya vármegyéből is érkeztek tanulók. Idén minden eddiginél több, közel 80 fiatal vett részt a rendezvényen. 5 korcsoportban zajlik a verseny, egészen 2012-es születésű diákokkal kezdünk, és hát igazából a 18-19 éves versenyzőnk talán a legidősebb. A szóló kategóriák után lesz egy kamara kategória, ahol 12 csoport méreti meg magát. Több évtizedes hagyománya van a tamási járási borversenynek, amelyre idén közel 100 mintát adtak le a térség borászai. A 2022-es év nem volt rossz évjárat, köszönhető ez a hosszú szép ősznek is, hangsúlyozta a zsűri elnöke, Módos Ernő. Modifikánsan vagy valakinél ez rendszeresen előjön. Szakmai beszélgetés zajlik a Borbíráló Bizottság tagjai között Tamásiban. A településen minden évben tavasszal kerül megrendezésre az esemény, amelyre ezúttal a tamási járáson túli településekről is érkeztek borminták. A szervező művelődési központ a szakmaiságot tartotta szem előtt ezúttal is. Kínosan vigyázunk arra, hogy a leadott borminták semmiképpen ne lehessenek beazonosíthatók a bortermelőkkel, borászokkal, úgyhogy most már jeligét se kérünk, és igazándiból 3 művházas tudja csak, hogy mely bormintához mely bortermelő kapcsolódik. Természetesen így evidens, hogy a zsűri tagjai sem tudják ezt. Szakavatott zsűri pontozta a leadott fehér, rozé és vörös bormintákat. Mindegyik asztalnál egyfajta bort kóstoltak csak. A társadalmi zsűrire, akik a helyi borbarátkör tagjaiból kerültek ki, a tamási minták pontozása várt. A 2022-es nem volt rossz évjárat, hangsúlyozta a zsűri elnöke. Fehér borokban is szép, zamatos, jó ízű fehér borokat lehetett készíteni. Hál' Istennek szép, hosszú, száraz ősz volt, tehát növényvédelmileg sem volt olyan probléma, ami akadályozta volna azt, hogy jó bort készítsenek a gazdák.
És én úgy gondolom, hogy így a Jobbik évjáratok közé sorolható. Mindenképpen oda kell figyelni a kénes savszint tartására, erre hívta fel a termelők figyelmét a zsűri elnöke. Regionális híreink következnek. Új falubuszt vásároltak Marócsán. A régi jármű Csíkszeredára került. Sóoldat helyett fertőtlenítőszert használtak a műtétnél. Gondatlanság miatt hunyt el egy nő Szigetváron. Plüss állatokat gyűjtenek. Az édesanyja a pécsi gyermeknek a betegeinek ajánlja fel a játékokat. Új falubuszt adtak át Marócsán. A baranyai település immár negyedik alkalommal nyert támogatást egy új jármű vásárlására a Magyar Falu programnak köszönhetően. A régi busz pedig jó kezekbe kerül, ugyanis a Romániai Magyar Cserkész Szövetségnek ajándékozták. A Csíkszeredai Székhelyű Szövetség több mint 2600 fiatallal foglalkozik. Céljuk, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az anyaországgal. A régi és az új falubusz áll egymás mellett Marócsán. A baranyai település a Magyar Falu program keretében jutott hozzá a járműhöz, amely nagy segítségére lesz a helyieknek. A pályázati felhívásnak az volt az egyik feltétele, hogy fel kellett ajánlani a régi kis buszt közcélokra, és ezt most Csíkszereda vonatkozásában fogjuk tudni megtenni, hiszen a Romániai Magyar Cserkész Szövetséghez fog kerülni, ahol 56 cserkész csapat, aktív cserkész csapat dolgozik, és 47 településen fognak ezzel a kis busszal mozogni. A település polgármestere könnyeivel küszködve vett búcsút a régi falubusztól. Berta Jenőné meghatódva idézte fel, hogy az elmúlt 21 évben többször is adódott lehetőségük ilyen jármű beszerzésére. Elnézést kérek már! Sajnáljuk azért ezt a kis pötyikét. Hát, 21, mint mondtam már, hogy 21 éve vagyok polgármester, és ez a negyedik új kocsink, amióta megválasztottak. Hát köszönet azért a falunak is, megbíztak bennem. A korábbi busz tehát Csíkszeredára, a Romániai Magyar Cserkész Szövetség tulajdonába került. Bálint Lajos Lóránt elmondta, hogy a szövetség megalakulása óta azon dolgozik, hogy a külhoni magyar gyerekek megismerkedhessenek az anyaországgal. 90 óta összesen 153 bejegyzett csapatunk van. Ez itt inkább a vezetők hiánya, hogy csak ennyi aktívan működik, és jelenleg több mint 2600 fiatallal foglalkozunk, nekik nyújtunk cserkész tevékenységeket. Egész Erdélyt, sőt, hát ugye a nevünkben Romániai Magyar Cserkész Szövetség szerepel, az terv az volt 90-ben, vagy egész Romániát, még ugye Bukarestet is be tudjuk szőni, és ott is legyen egy magyar cserkész csapat, ez nem jött össze az ottani iskolai, meg mindenféle fajta más bokból, de hogy Erdély egész területét beszéljük, és szeretnénk is azt, hogy, hát, hogy minden gyerek találkozzon a magyar cserkészettel, magyar nyelvvel. A kis busz egyébként szervezeti célokat fog szolgálni. Főként a hosszabb utazások válnak így komfortosabbá, hiszen a gyerekekkel sokat kirándulnak, vesznek részt ünnepségeken, tette hozzá az elnök. Figyelmetlenség és szándékos elhallgatás vezetett egy 43 éves nő halálához Szigetváron. Az ügy kapcsán most emelt vádat a szigetvári járási ügyészség három személlyel szemben. Egy nőgyógyászati műtét előtt két műtős segéd egy sóolda címkével ellátott üvegbe fertőtlenítőszer töltött, melyről megfeledkeztek, így a szakorvos ezt használta fel az operáció során. A segédek jelezték ezt az orvos felé, azonban ő ezt elhallgatta. Másnap a sértett állapota romlani kezdett, végül elhunyt. A vád körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége, illetve szándékos veszélyeztetés büntette. A szigetvári járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat három személlyel szemben, akik egy műtét során fertőtlenítőszert használtak sóoldat helyett, melynek következtében a beteg elhunyt. A vádirati tényállás szerint a vádlottak közül ketten a kórházban, mint műtős segédek, míg a harmadik vádlott, mint szakorvos dolgozott. 2020 májusában nőgyógyászati laparoszkópiás műtétre került sor, melyet megelőzően a két műtős segéd a műtő takarításához szükséges fertőtlenítőszert vittek a helyiségbe. A raktárban azonban csak 5 literes kannában állt rendelkezésre a szer, ezért a két műtős segéd a fertőtlenítőszert egy kisebb, eredetileg sóoldatot tartalmazó felcímkézett üvegbe töltötték át. Ezt követően a két férfi a fertőtlenítőszert tartalmazó üveget a műtéthez szükséges eszközöket tartalmazó asztalra helyezték, majd erről mindketten megfeledkeztek.
Másnap került sor a műtétre, amely műtét során sóoldatot is kellett használni, és ehhez pedig a korábban a műtéti asztalra helyezett üvegben lévő folyadékot használták fel, amelyről a műtétet végzők nem tudtak, hogy mit tartalmaz. A műtétet követően azonban észlelték, hogy a kiöntött folyadék az eltérő állagú, mint amit egyébként egy sóoldat mutat, ezért megkérdezték, hogy mi lehet ennek az oka. Ekkor a műtéten is jelenlévő műtőssegédnek eszébe jutott, hogy ez valószínűleg az előző nap ott felejtett és fertőtlenítőszert tartalmazó folyadék lehet. Mindezt jelezték a műtétet végző szakorvosnak is, aki azonban ahelyett, hogy mindezt jelezte volna az osztályvezető főorvosnak, illetve reoperációt kezdeményezett volna, a cserét elhallgatta. Éjszakára a beteg állapota rosszabbra fordult, majd másnap olyan kritikus állapotba került, hogy egy újabb műtétet kellett végrehajtani vele szemben. Ekkor már egy sebészorvos végezte a műtétet, azonban a szakorvos is jelen volt. Ennek során sem jelezte azonban az előző napi műtétet végző orvos, hogy előző nap egy folyadékcserére került sor. A későbbiekben a sértettet egy másik kórházba szállították, ahol elhunyt. A két műtőssegéd szabályszegése a sértett halálához vezetett, míg a szakorvos szándékos foglalkozási szabályszegése a sértett életét, testi épségét közvetlenül veszélynek tette ki, mellyel a túlélési esélyeit jelentősen rontotta. Azonban a szabályszegése és a sértett halála közötti okozati összefüggés nem volt igazolható. A szigetvári járási ügyészség a szakorvost foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés büntettével, míg a két műtőssegédet halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. Plüssjátékokat várnak adományba Pécsen a PT1 gyermeknék a sebészeti osztálya beteg gyermekeinek. A nemes kezdeményezés ötlete egy olyan édesanyától származik, akinek a kisfia szintén a klinika kisbetege. Az akció március 26-áig tart. A plüss állatokat Pécsen a Málomi út 3-as szám alatt található boltban lehet leadni. Kisbetegek ajándékai lesznek ezek a plüss állatkák. Egy gyűjtési akció eredményeként vigasztalják majd a PT1 gyermeknék a sebészeti osztályának gyermekeit. A kezdeményező Turi Nikolett, aki maga is beteg kisfiával jár a klinikára gyógykezelésre. Azt mondja, eközben fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy segíteni, enyhíteni szeretné a beteg gyerekek mindennapjait, amit a klinika falai között töltenek. Kisfiam betegsége miatt rendszeresen járunk a gyermeksebészetre. Sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítani az ott dolgozókkal, és rettentő hálásak vagyunk nekik, és ezért gondoltam, hogy megszervezem ezt a plusz gyűjtést, hogy ebben is segítsük a munkájukat, és rengeteg kisbeteg kisgyerek arcára tudjanak mosolyt csalni. Az egy hete tartó gyűjtési akciónak köszönhetően már lassan egy raktár is megtelik a plüss állatkákkal. Erre még ő sem számított, hogy milyen sok segítőkész jóérzésű ember van, aki a megunt vagy kinőtt textiljátékokat odaadományozza a nemes célra. Természetesen a játékok tisztítása is a feladatok közé tartozik, hangsúlyozza a három gyermekes édesanya. Picit bajban voltunk, hogy hogy fogjuk megoldani majd ennek a rengeteg plüssnek a tisztítását, mivel ugye csak tisztán fogadják ezeket, ez nagyon fontos. Valószínűleg a kórháznak az alapítványa fogja majd vállalni a plüssöknek a megtisztítását, és majd így fogjuk átadni az osztály részére. A Pécsi Gyermekklinika alapítványával közösen készülnek az átadóra, amely ha minden készen áll, akkor hamarosan bekövetkezik. A gyűjtés március 26-áig tart. A plüssöket Pécsen a Málomi út 3-as szám alatt található üzletben lehet leadni. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Visszatért Szekszárdra Gerzson. Imádják a helyiek az ismert fehér gólyát. Lezárult a vendéglátós verseny. Két napig minden a gasztronómiáról szólt Szekszárdon. Együttműködünk. Közös rendezvény szervezett a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara és a Pécsi Tudományegyetem. Borverseny. Tamásiban közel 100 mintát adtak le.
Szombaton hidegfront alakítja az időjárást, kezdetben még borult időre számíthatunk sokfelé esővel. Éjszaka mindenütt lecsökken a felhőzet, csillagfényes idő várható, említést érdemlő csapadék nélkül. Vasárnap napközben meleg, majd estétől ismét hidegfront érkezése várható. Napközben elszórtan kialakulhatnak gyenge záporok. Estétől pedig egyre több felé ered el az eső. A szél a keleti ország rész kivételével reggelig átfordul északnyugatira. Hétfőre erősen felhős, borongós, hűvös, barátságtalan szeles idő körvonalazódik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!